Sziasztok! Ez itt a Half Entertainment csapata, én Tamás vagyok. Én pedig Ákos. És ez pedig az első Tom Clancy Division videónk. Igen, ebben a videóban szeretném megmutatni nektek minél többet a menürendszerről és az alapjairól a játéknak. Kezdjük is akkor a sztorival. Mint az introból is kiderül, hogy fekete pénteken kezdődik minden. Ugyanis egy titkos csoport kifejleszt egy vírust, amit a pénz által terjesztenek el. Ennek eredményeképpen egész New York megbénul. Zavargások törnek ki, a kormány nem képes ellátni a helyzetet, rengeteg ember meghal a vírus miatt, és szinte apokaliptikus körülmények alakulnak ki, és itt jön képbe a Division szervezet. Ezeket az ügynököket akkor aktiválják, mikor már minden remény odaveszett. Feladatuk helyreállítani a rendet és kideríteni, hogy van-e ellenszer, illetve kik a felelősek a vírus elszabadulásáért. Szerintem maga a történet zseniálása sikeredett. Ákos, neked mi a véleményed róla? Szerintem is nagyon jó kis sztoria van a játéknak, és egyedinek is találom, mert nem találkoztunk eddig hasonlóval, és teljesen más játékra számítottunk. Igen, igen. Én személy szerint egy ilyen kaptár jellegű játékra gondoltam, hogy így mész az utcákon, jó, vannak lázadók, akiket meg kell keresni és meg kell semmisíteni, de hogy jönnek a szörnyek, zombék, meg minden, igen. De nem. Sokkal, de sokkal realisztikusabb. Igen, ez az egész vírusos sztori tök azt engedte. Vagy azt hittük róla, hogy erről lesz itt szó, de... Nem. Sokkal realisztikusabb helyzetet próbál bemutatni a játék, hogyha egy ilyen helyzet adódna az életbe, tényleg mi mindenre kell felkészülnie az embereknek, vagy az emberiségnek pontosabban, hogy a lázadók, akik meg... Nek igazából ilyen maffia kartelek lehetnek, eddig az derült ki a játékból. Akikkel egyébként baromi nehéz felvenni a küzdelmet egyedül, és ez az egy dolog nagyon-nagyon-nagyon tetszik a játékban, hogy lehet csapatban is mozogni. Sőt, szerintem előírás, hogy csapatban dolgozzál, mert így van. Teljesen más játékélményt ad. Mindenképp szeretnénk nektek ajánlani ezt a játékot, nekünk nagyon tetszett. És akkor vágjunk is bele a közepébe, ez is teljesen olyan, mint a többi online szerepjáték. Személyre tudjuk szabni a karaktereinket, rengeteg dolgot be tudunk igazából állítani, többek között az arcberendezését, a nemét a karakternek, a bőrszínét, szemszínét, haját, a haja stílusát, bármit igazából, piercingei lehetnek, van egy-kettő szerintem olyan, ami... Elég süttes. Igen, de tetoválást is tudunk tenni a karakterünkre. Napszemüveget tudunk rágasztani, az szerintem baromi jó. Egyébként ez a napszemüveg, olyan, mint az Eckler, mi airsoftos szemüveg. Amúgy tényleg. Egyébként a játék grafika ez nagyon adja. A Ubisoft Snowdrop grafikus motorja van benne. Ez direkt PC-re, PS4-re és Xbox One-ra van tervezve. Maradjunk is akkor még kicsit a grafikánál. Egyszerűen elképesztő, ahogy meg van tervezve a játéktér. Tényleg olyan, mintha New York valamelyik utcáján sétálgatnál. Minden egyes sarok, minden egyes sikátor, minden egyes épület remekül ki van dolgozva, szerintem. Legalábbis. Tehát én totál át tudom képzelni azt, hogy egyre többet játszok vele, hogy tényleg ott vagyok New Yorknak valamelyik utcáján. Itt is, mint minden más online szerepjátékban természetesen küldetéseket kell csinálnotok, amikkel fejlődni tudtok. Az elején pár unalmas alapküldetés lesz, de amikor elérkeztek utána a műveleti bázisra, onnantól kezdve indul el a játék, és a küldetések is mások lesznek. Erre majd kitérünk a következő videónk során. Köszi, hogy megnéztetek minket! Ha tetszett a videónk, nyugodtan nyomjatok egy like gombot, ha nem tetszett, dislike-oljatok. És ha szeretnétek látni a következő videóinkat is, iratkozzatok fel a csatornánkra. Viszlát jövő héten. Szevasztok! Béke.